Énteken indul az év legvidámabb hete Nyíregyházán, a Vidor Fesztivál idén is nagyszabású programokat ígér a megyeszék helyen de hamarosan elkezdődik az új évad a Móri Zsigmond színházban is. Már több mint 3500 bérletet adtak el a 2018-19-es évadra, amelyben számos újdonság várja a színház látogatókat. Nos, van bőven miről beszélgetnünk, köszöntöm itt a stúdióban, kérják Robertet a Móri Zsigmond színház ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy bejött a stúdióba. Jösszük. No hát kezdjük azért azzal, ami időrendben közelebb áll hozzánk, vagyis az idei Vidor Fesztivállal. Hanyadik is ez a sorban, és nézzük, mi maradt hagyományosan, és vannak-e új elemek. 17. Vidor Fesztivál megnyitója következik pénteken. Sok minden maradt, de természetesen vannak újdonságok is. Ami az elmúlt 16 évben szinte ugyanolyan formában működik, az a színházi versenyprogram. Itt változatlanul két játszóhelyen, a nagyszínpadon és a kamaraszínpadon lesznek előadások, 9-9, tehát összesen 18 produkció, ezek mérik össze a, a tudásukat, és közülük fognak kikerülni a díjazottak. Változatlan még a Kossuth téri forgatak, tehát ugyanúgy mutatványosok, karikatúristák, artisták fogják színesíteni a programokat, de a tavalyi évhez hasonlóan már nem egy, hanem két színpadon. A nagy színpada a régi helyén maradt, és a, a tavaly újdonságként meg bemutatkozó kis színpad is egy icipicit fog csak e, fordulni a tavalyihoz képest. Ami e, abszolút újdonság, hogy a nagy színpadon nem csak koncertek lesznek láthatóak, hanem két színházi előadás is. Az első rögtön a nyitó a TIED a világ, az Illézenekar a slágereivel teletűzdelve majd következő hét szerdán a legény búcsú Mészáros Árpád Zsolt főszereplésével, tehát szerettük volna egy kicsit még közelebb hozni a színházat a vidorrajongóihoz. Kossuth téren, amit még érezhetnek az ide látogatók újdonságként, hogy a vidorfalu egy kicsit közelebb kerül, Korábban úgy éreztük, hogy kicsit elszeparálva vannak a, a főtértől, a nyüzsgéstől, a peszgéstől. most a Városalapítók szobra köré, a Hősök Tere, Kossuth tér találkozásánál lesz felépítve ez a kis falu, innen kényelmesen nézhetőek majd a koncertek, és, és természetesen jól lehet hallani a zenét is, akár a nagy nagyszínpadit, akár a, akár a kis színpadit. Ami még újdonság, hogy a kis színpadra kerülnek a, a filmvetítések, ez korábban uh, szintén egy kicsit távolabb volt a központtól, uh, most uh, nem kivetítő, hanem lett lesz ez látható. Megmaradnak a, a megyei programjaink, több helyre megyünk uh, bábszínházi előadással, uh, illetve a szokásos kórházi uh, -doktor látogatás is uh, meg lesz. Börtönbe fogunk vinni két előadást, tehát minden hasonló kísérő programot a korábbi évekhez megfelelően fogjuk idén is játszani. Meg lehet azt mondani, hogy nagyjából hány ember kerülhet test közelbe a Vidor különböző programjaival? Hát beszéléseink vannak, illetve az előző évekből tudunk nagyjából kalkulálni. Mi olyan 90 és 100 ezer fő körülre satszoljuk ezt a létszámot. Ez természetesen függ attól, hogy az időjárás elriasztja, vagy így vonza az embereket. Nem ritka, hogy tényleg 3, 4, 5 vagy akár 6 ezer néző is kijön egy-egy este. Mit lehet elmondani arról, hogy a jegyekből, én gondolom, hogy már azért nem nagyon. Egy-két előadásra még, még vannak nagy színpadon is, és kamaraszínpadon is, tehát én azt mondom, hogy egy próbát megér a honlapunkra felkattintani, és hát ha szerencséje lesz az érdeklődőnek. Bizonyára nagyon sokan vannak, akik minden évben jelen vannak a Vidor Fesztiválon nézőként, és itt nem feltétlenül csak nyíregyházi lakosokra kell gondolni. A, a szervező intézmény, illetve a közreműködő művészeti ágakban a munkatársak mennyire tudnak figyelni a, az érdeklődők, a nézők véleményeire, igényeire? Hát folyamatosan figyelünk, sőt a idei fesztiválnak a szervezése gyakorlatilag azzal kezdődött, Tavaly októberben, hogy összegyűjtöttük az összes ilyen befutó véleményt. Tehát mindenkinek, minden egyes dolgozónak, aki részt vesz a szervezésben, ez feladata, hogy gyűjtögesse akár a kritikákat, akár a pozitív ötleteket. És mi egy-másfél hónapon keresztül csak ezeket elemezgettük ki, mit tudunk máshogy csinálni, mit tudunk jobban csinálni, és részben ennek is köszönhetőek ezek a változások, amik a mostani fesztiválon már láthatóak lesznek. Melyik tűnik, melyik program tűnik a legérdekesebbnek, a legvonzóbbnak, a legegyedibbnek, ha lehet így fogalmazni? Hát a legegyedibb és a legnagyobb újdonság az a színházi előadás a város főterén. Tehát ilyen még nem volt, ez, ez abszolút uh, új lesz. Nagyon kíváncsi vagyok a, a, nézők reakcióira, de az érdeklődés az óriási. Tehát az nem kérdés. És hát természetesen egy Well Hello vagy egy Karamel koncert is óriási tömegeket fog majd oda vonzani. Ugye lassan beszélünk arról is, hogy kezdődik hamarosan a 2018-2019-es színházi évad, na de én nem gondolom, hogy olyan komoly szünetet érezne a Móricz Zsigmond Színház Társulata, vagy mindazok, akik a szervezésekben és az egyéb mindennapi munkában részt vesznek. Hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát úgy, mint nyári szünet, ugye azt, hogy ki lehet húzni a naptárból? Hát részben ki lehet húzni, de azért a szünet a, a színész kollégáknak, illetve a színpadi dolgozóknak, Gyakorlatilag megvan. Tehát ők júniusban egy-két fesztiválon még ott voltak, és utána nekik augusztus 10-ig, 15 éig szinte egyáltalán nem volt dolguk, mármint a műszaki dolgozóknak, a színészeink, színészeinknek pedig 21-ére kellett megérkezni az évadnyitó társulati ülésre. Aki viszont dolgozik folyamatosan, az a gazdasági titkárság, a művészeti ügykezelés, a szervezőiroda, tehát a, a háttért munkások azért e, meg, meg se állnak, és nekem személy szerint igazgatónak a egyik legnehezebb dolgom nekik a szabadságukat, e, hogy ki tudjam adni. E, sajnos minden év végén ez probléma. Mit ígér a következő színházi évad itt a Nyíregyházi Színház vonatkozásában? Ismét egy nagyon változatos évadra készülünk. Szerettem volna visszahívni egy-két olyan rendezőt, aki a múltban már bizonyított, és országosan is a top rendezők közé tartozik. Itt elsősorban Zsótér Sándort és Verepes Istvánt emelném ki. Ugye Zsótér Sándor neve a, a nagy színházi rajongóknak biztos, hogy ismert. Poszton is az egyik legtöbb díjat és meghívást ő kapta. Verebes István, a korábbi direktort pedig nem kell bemutassam, természetesen őt, őt, mindenki ismeri Nyíregyházán. De lesznek új rendezők is, akik még egyáltalán nem voltak itt. Például sziksa Rémusz, aki országosan már letette a névjegyét, vagy uh, Horváth Illés, aki az előző évadban a Don Carlos főszerepét játszotta. De uh, visszatérnek a, a korábbi sikerrendezők is, szente vajk ugye már a meseautóval tulajdonképpen egy előbemutatót tartott a szabadtérén, de két másik kollégám, Göttinger pár főrendezés és kínóra, művészeti tanácsadó is egy-egy uh, darabot meg fog rendezni. Meghallhatjuk-e a darab címeket? Természetesen. Sorolom nagy színpadot ö, időrendi sorrendben, tehát meseautóval kezdünk. Szentevajk rendezésében gyilkosság meghirdetve egy Agatha Christie krimi Zsótér Sándor fogja rendezni, majd Vereves István a Balfácánt vacsorára, ezt követően a Kalucsni, Szigszai Rémusztól, és végül Göttinger pár fogja a Bob Herceget megrendezni kamarában rettenetes szülők keresztes Attilától, Horváth Illés a Magbetet rendezi, az Oszkárt fogja Simon Cornél, és végül Tasnádi Csaba a Manót egy Csehov darabot fog színpadra állítani. Most hát körülbelül ilyen sorrendben ajánljuk akkor a kedves nézőknek és színházlátogatóknak ezt az évadot. Én köszönöm, hogy bejött hozzánk és tájékoztatta a kedves nézőket. Szívesen.